A Naturagro Kft. Mivel foglalkozik, mi a fő tevékenység? Naturagro Kft. Talajnak és növénynek igyekszik egy célzott tápanyagutánpótlást nyújtani biológiai megoldások segítségével. Alapvetően ez a fő célunk. Akkor tulajdonképpen a tápanyagutánpótlás a talajban, ami természetes módon valósulhat meg. Ezt nagyon jól fogalmazta. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a külső körülmények és a megváltozott időjárási változások miatt történt hatások, amik ki vannak téve a növényeknek. Csak tegnap nézzük meg, égeső, vihar, szokatlan dolgokkal találkozunk. A növények immunrendszere és stresszülő képességének az erősítése rendkívül fontos. Ahhoz, hogy ezekhez a szélsőségekhez alkalmazkodni tudnak. Ebben tudunk segíteni mi a Natur technológiával, hiszen mi talajon és a levélen keresztül a növények terméshozamát ilyen módon tudjuk növelni. A termékfejlesztés itt a cég maga végzi, tehát a kutatásfejlesztés területén a tevékenység a saját? Pontosan Naturagro-nak az egyik nagy erősség, én azt gondolom, hogy tulajdonképpen egy kézben tart minden ágat, tehát a gyártást, a fejlesztést, a szállítást, mint logisztikát teljesen egy kézben tart, és saját tanácsadói házattal fedi le a teljes országot. A kutatásfejlesztésre nagyon fontos hangsúlyt fektetünk, hiszen a gazdákkal való szoros együttműködésből rengeteg impulzus visszajelzést kapunk, és ezek által fokozottan tudunk figyelni az igényekre, és nem csak a növények megváltozott igényeit tudjuk elégíteni, hanem a termelő gazdák által felénk jelzett igényeket is. Azt, hogy a cég végzi a kutatásfejlesztés tevékenységét, ez a gazdálkodónak, a magyar gazdáknak mekkora értéket jelent? Én azt gondolom, hogy a kutatásfejlesztés azért nagyon fontos, hiszen amikor a gazdáktól visszajelzéseket kapunk, gyakorlati tapasztalati visszajelzéseket a 17 tanácsadón keresztül, az segít minket abban, hogy mivel a saját kezünkben van a fejlesztés, figyelembe tudjuk ezeket az igényeket venni, és az alapján fejlesztünk. Viszont van egy másik olyan témakör, az pedig azt gondolom, hogy ami a legfontosabb, azok a mért eredmények, mi ebben hiszünk. Tehát nem szlogeneket használunk, nem szavakkal dobálózunk, hanem azt mondjuk, hogy azért jött létre pár éve a Imre Gergő kollégámnak köszönhetően a kísérleti üzletág, hogy legyen egy olyan üzletágunk, ami olyan energiaforrásokat biztosít, ami megkönnyíti a gazdáknak azt, hogy amikor kérdésekre válaszokat keresnek, mi ezekre segítsük nekik megadni a megfelelő válaszokat. Ehhez mi eszköz, illetve humán erőforrásokat biztosítunk. A gazdával karöltve, növénykultúra szerint végigvisszük ezeket a kísérleteket, precízen megmérve, a kezdetektől, tehát a vetéstől végigkísérjük aratásig, drónnal, papucsmérlegekkel, a kell pikáppal föl vagyunk szerelve, a gazda maga is beletesz ebbe energiát, és akkor van egy kettős érdek abban, hogy minél relevánsabb eredmény szülessen, és amikor ezek megszületnek, akkor a tényeket alapul véve konkrét számokban látjuk azt, hogy az a befektetés, amit a termelő az adott natur technológiákra, talajkezelésre vagy lomkezelésre fordít, az neki mennyire térül meg, hiszen itt hozamokról beszélünk. A gazdáknak a feladata és a gazdák dolga nagyon nehéz, hiszen borzasztó sok körülménybe kell nekik gazdaságosan termelni. Rengeteg tényezőben, hiszen nagyon kevés olyan változást tudunk az országban, amiben befektettem az elején a sok pénzt, és majd csak valamikor aratás végén fogom viszont látni, ha viszont látom, mert akár lehet egy olyan év is, hogy elviszi a termést akár egy környezeti katasztrófa. A gyártás az hol történik meg, tehát hazai, esetleg külföldi partner segítségével, vagy ez is házon belül, hogy így fogalmazzunk, a cég maga oldja meg? Így van. Az utóbbi a helyes válasz, tehát büszkék vagyunk arra, hogy ez 100%-ban meg tudott maradni magyar termékként. 2002 óta egy magánszemély magyar tulajdonos által létrehozott cégről beszélünk, 17 éves múltra tekintünk vissza, és bizony Magyarországon, Budapest mellett Vácszatjánban található egy 2000 négyzetméteres modern gyártó komplexum, ahol nagyon komoly minőségi ellenőrzés mellett szolgáljuk ki a partnereket közvetlen gyártással és a gyárból közvetlen szállítással. Tehát saját az egész. Milyen régi a kapcsolat a rendezvénnyel? Hány éve vannak már itt jelen? Igen, én a saját múltamra tudok ugye visszacsatolni. Én 2014-ben nyáron kerültem ide a céghez, és már akkor is itt voltunk a gazdanapokon, és azóta minden évben jelen vagyunk. Nem is hagynánk ki, mert nagyon szeretjük ezt a rendezvényt. Most már azt gondolom, hogy hazajárunk ide. És ami nagyon boldoggá tesz bennünket, és ezt a kolléganők, akik itt segítenek minket évek óta is elmondták, hogy eleinte bizony
10 megkérdezett látogatóból esetleg egy vagy kettő tudott rólunk valamit, vagy ismert már bennünket. Ma ez megfordult. Tehát most már a 4., 5., 6. év után ez fordított helyzetben van, tehát a 10 megkérdezettből már inkább a 8-9 azt mondja, hogy igen, ismerem, igen, használtam, ha más nem csak a kis teszterünket szobanövényen, de már tudnak rólunk, és ez egy nagy, nagy öröm számunkra, hogy a munkánknak ilyen visszacsatolásai vannak. Lehet, hogy ennek az is a része, akár a térség gazdálkodó számára, hogy egy betyáros nevű térségi képviselő ajánlja a terméket és adja a szaktanácsot. Igen, természetesen mindig megvan a megfelelő, ugye a gazdáknál egy kis humor, nem kell a szomszédba menni, tehát meg szoktuk kapni ezzel kapcsolatban. Én sokszor, amikor ezzel a kitűzővel megjelentem, vagy névvel, akkor ugye először visznek vették, és amikor kiderült, hogy komoly, akkor persze kaptam a tréfás megjegyzéseket. Azt gondolom, hogy fontos ez, tehát tény, hogy fontos, hogy ki az a személy, aki kapcsolatot tart a termelőkkel, de én inkább úgy gondolom, hogy az a képviselet, az a filozófia, amit maga a Naturagro önmagában képvisel, az döntő jelentőségű. Tehát a környezetudatosság, azok a plusz szolgáltatások, mint levélanalízis, mint kanna visszaszállítás, ez, hogy 100% magyar termék, hogy közvetlenül tartjuk a kapcsolatot a gazdákkal, az, hogy például kijutatásban fogjuk a kezét a gazdának, és az egyedi igényekre tudunk kialakítani megoldásokat, ezzel tudunk szerintem igazán közel kerülni a termelőkhöz, és segíteni őket a jobb termés eredmények elérésében.